Hétfő este 4-0-ra legyőzte a Budafokot, így az utolsó forduló eredményeitől függetlenül zsinórban harmadik szezonjában lett bajnok a Ferencváros öreg fiúk labdarúgó csapata. A öreg fiúk az elég rosszul hangzik, inkább megváltoztatom ezt plusz 35-ös csapatra, és örülök, hogy azért harmadszor a zsinórban sikerült behúzni ezt a bajnokságot, és azért vannak nemes ellenfelek, ellenünk mindig a legjobb csapattal állnak fel általában az ellenfelek, legyen az MTK, Újpest, Honvéd, de örülöknek, hogy mindig van újabb generáció, és mindig jön, aki kisegít minket, úgyhogy várjuk a következőket, nagyon szívesen látnánk Gerozolit, Hajnalt, amit is természetesen akár Csukát ebben a csapatban, úgyhogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, nyilván ezt mindenki saját szíve joga eldönteni, meg ideje természetesen. Ugye nagyon sokan munkából érkeznek így esténként. A zsinórban harmadszor sikerült megnyernünk ezt a címet, és hát azt csak szuperlatívuszokban lehet beszélni erről a nagybetűs csapatról, mert egyszer megvédeni, de az is nagy dolog egy bajnoki címet, de aztán még egyszer le a kalappal mindenki előtt. Hát, titok az, hogy minőségi játékosaim vannak, és győztes emberek, akik jönnek a pályára, akkor mindig nyerni akarnak. Ha kell, akkor csúszva-mászva, de a mérkőzések nagy többségében úgy gondolom, hogy brillírozva, szép gólokat rúgva sikerült begyűjtenünk ezt a bajnoki címet. Holló Richárd, Lisztes Krisztián és Szenes Sándor mellett a Budafok ellen is eredményes volt Józsi György, a bajnok csapat házi gól királya. Most 15 gólnál járok, még egy mérkőzés van hátra, most inkább játszok támadó szerepbe, de hát ez ilyen, elég sok gólt rúgunk, úgyhogy örömteli. Mi volt az, ami miatt nyertétek a bajnokságot egy hosszú távon? Hát szerintem nagyon jó a keretünk, jó játékosok alkotják, hát meg rengeteg gólt tudunk rúgni talán egy átlagban, talán minden meccsen 4-5 gól az átlagunk, úgyhogy azért ez meghatározó. Te voltál a legtöbbet játszó játékos ebben a szezonban, hogy bírtad? Hát bírtam, hál' Isten. Kisebb sérülések mindig akadnak, ugye ez köszönhető a műfének sajnos. Egész másért működik, mint az igazi fű. Sajnos igazi fű nem tudunk játszani, úgyhogy marad ez a terep, és így benne van, amikor a kisebb sérülések előfordulnak. Milyen az ünneplés egy öreg fiúk bajnoki cím után? Nagyon jó, itt igazi hangulat van, ez a régi Ferencvárost idézi. Itt vagyunk, együtt maradunk, összeülünk egy ebédre, megiszünk egy italt, sztorizgatunk, és éljük tovább az életünket, készülünk a következő menetelésre.